kettőt adod. Nem. Nem. Ha felállsz, akkor én akkor átesek. Mindkettő van. Na, itt vagyok. Vesz engem a gép? Jaj, figyelj. Vesz engem a gép? Igen. Akkor jó. Most én téged, jó? Jaj. Ülj rá! Nyugodtan, Biancán. Nem bánt, nem kell megjönni. Na jó, most már én is ráülök még egyszer. Olyan kényelmes. Még soha nem tehenegeltem. Itt ülök. Kár, hogy ezelőtt 20 éve nem teheneg. Vigyen meg a szavába, meg is a fejed. Ha fordítja a fejét, csak annyi. Hát nem ér el ideig. Rosszul nő a szar. Hát szépen nő a szarfa. Csak annyiból rossz, hogy bent te is tálóba gyeszik az abrakot. A földig előtt most pont hegyezi a szarfát. Pedig formás. A... Két éve, szilveszterkor. Éppen december 31-én, azt úgy megjegyeztem, hogy akkor akartunk menni sütőre szilveszterezni, és megütött a szarvával, hogy vittem be a takarmányt. Mert ráütötte a másik tehén a fejére, meg félre rántott. Igen. Úgy megütött a szememnél, főrepett. Óha! Bőröm, látod, aztán... milyen hamar megvan a baleset? Pedig nem akart hát a... Nem, mert a másik ütötte egy meg, kicsit én is, hogy üljek rá. Apám itt mikor egy a TS udvarban volt, és ott a beistálóban csak bikák voltak. Eladásra, TS-nek volt. De jó. TS. Hát ugye az a nagy szarva. Papa, a... levideózol vele? Hát én nem tudnak levideózni. Felé, úgy tartod a gépet, hogy itt ebbe a kis képbe én látszódjak. És nem kérdez semmit csinálnom? Nem nyomsz semmit. Nem. Csak úgy, hogy én látszódjak. Egy picit figyelj. Látszódok? Látszó. Ott vagyok benne a kis képbe. Igen, igen. Jó van akkor. Jaj, ez olyan most... csodálatos. Istenem, én ezt akarom megcsinálni. Nem is tudtam, hogy ez ilyen szelíd ez az állat. Ez a de most elég mennyi, mert most már... Most már Bianca is... Várjál, akkor... ne nyomj semmit. Nem. És képzeld, hogy... Is,